Johnny kutya élete. Nyam! Egy organikusan nőtt hipoallergén ízletes gyümölcsöt hozó kártevőbiztos növény. 3 év keresés, és végre megtaláltuk a tökéletes fát. Így igaz, ez tökéletes! Volt. Tökéletes volt. Büdi, te tönkretetted minden idők legjobb kísérletét. Hey, ha szuperebbnek ki kell mennie, ki kell mennie. Menjünk. Igyekszem. Övek, a modern ruha elsődleges kiegészítője. És ha Gil meglátja, hogy milyen jól festünk az új övünkben, akkor muszáj lesz észrevennie minket. Olyan vicces a bőrt rákcsálni. A kutyádnak elment az esze. Ugyan, csak rákcságat. Gesundheit. Szóval, ismételjük át a tervet még egyszer. Gil kifut a házból a gördeszkáért, amit találtunk, és áthoztunk a kertünkbe. Akkor megkínáljuk házi süteménnyel és limonádéval. Úgy örül majd, hogy átölel minket. Jaj, készüljünk fel! Johnny! Büdi megette a sütit, amit Gilnek sütöttünk, hogy szeressen minket. Szégyed magad, Büdi! Nekem egyet se hagytál. Dehogy nem. Ül a fiú. Jó fiú. Ennyi volt. Ha Johnny nem hajlandó parancsolni a kutyának, akkor majd mi? Nálatszó, macskariadó! Kösz, Spajti. Lüke cica. Mindig beveszik ezt a trükköt, hogy a tejhaba veszettség habja. Ideje hátradőlni és élvezni az ízletes tejes kávét. Vagy betaníthatlak, hogy elkapd röptében a frisbeet, mint csodakutya, és egy vagyont kereshetünk a szünetekben. Mit kellene tennem? Elkapod a fogaddal, mondjuk így. Dobd csak el, megmutatom. Csomag Büdiebnek. Különleges küldemény. Párizsból. Ollalá, a franciák, azok az ízletes francia sajtok, és persze a francia divat. Micsoda szép nyakörv! Bökkel ismered, hogy csípkapás volt, most eljössz. Nem érdekel a gyerekes játék, most azonnal megyek és mulatok egyet. Oké, Büdi. Büdi! Olyan mulattató itt porszívózni. Nem az. Gyere, csináljunk kutya és fiú dolgokat. Tudod, fiújátékokat a kutyával, nem pedig takarítani. Gil át akar jönni, el kell készülnöm a laborral, és hát mindjárt te a idő. Tessék? Gil olyan bűvályos, mostantól fogva érett nővéreiddel fogok lógni. Pápá! Hallottad, Johnny? Most egy kicsit velünk akar lenni helyetted, nem veled. Te a Johnny nélkül az asztalon. Jó, akkor kimegyek a parkba játszani. Teljesen egyedül! Jól el vagyok egymagam. Kinek kell egy jó barát? Nem tudom, mihez kezdenék nélküled. Oké, ez elég nyálas lehet. Mi ketten olyan jól szórakozunk, ahogy soha senki nem teheti meg magányosan. Ugyan már, a libikóka kiment a divatból. Olyan fokszával húzni a lányokat a parkban. Hey, engem soha nem húzott riksával. És régebben nem szerette Susant és Mérit, nem szabadna magamban beszélnem. Nyálatom, morgó macskariadó! Ó, nem. Hát a volt barátom gondoskodott erről. Különben nekem nincs bajom veletek, szép nyálatzó cicák. És futás! Nyugalom, egyszerűen csodálatosan néztek ki. Ez Gil! A gördeszka, ne feledjük a gördeszkát! Sziasztok, lányok, megvan a gördeszkám. Köszi! Hé,
Hey, megint szétszaggattad azt a nadrágot a kerítésen, vagy ez csak az új divat, amit én nem érthetek meg? Nem, Büdi magamra hagyott. Ha jól meggondolom, Büdi nem létezik. Ki az a Büdi? Nem tudom, örökre elfelejtettem. Ez a fiú kicsit túl sokat beszél magában. Ruhát és plutóniumot venni, mókás! Sose hittem volna, hogy ezt mondom, de nagyszerű kutyus vagy, Büdi. Arra gondoltam, átköltözöm Johnnytól a szobátokba, ha? Nem, azért még szőrös vagy és koszos. Nem beszélve az esti bűzbombákról, maradj csak Johnnynál. Nem, veletek akarok aludni, és... Oké, a fiúval fogok aludni. Szép idők, szép idők. Szaglik és mindenképp elkerült, de azért szép idők voltak. Egy pillanat. Készült Susan és Miri tesztlaborjában, vegytisztítás. Ők irányítják az és mérítették rád ezt a nyakkörvet, ezért nem vagy a cimborám. És miért nem akarsz felkelni? Mi alvásmód? Gonoszok, de remek elme kontroll nyakkörvet csinálnak. Hogy? Jön le! Jó, akkor elvágom valamivel. Johnny, mégis mit csinálsz? Aludnod kéne. El kell vágnom valamit, de nincsen fejsze meg láncfűrész. Hey, ez is megteszi. Akkor jó. Tessék, Johnny, ez nem való neked! Ha el akarsz vágni valamit, használd csak a biztonsági ollódat. Ez is megteszi Büdinek. Johnny! Hogy teheted ezt Büdivel? Nem, apa, te nem értheted. Susan is mérítette fel rá a nyakörvet. Nos, a nővéreid legalább törődnek vele úgy, hogy ma az ő szobájukban alszik. Na hát, tényleg elég álmos. És te aludhatsz egyedül, és ki ne gyere a szobádból! Szuper titkos jelszó szükséges a laborba lépéshez. G-I-L-G-I-L. Engedélyezve. Örökké tartó szájrúzs, diszkótáncrobot, Büdi elmét irányító neurális engedelmesség nyakörv, a G-robot. Ó, lányok, cuki vagyok. Büdi elmét irányító nyakörv. Nos, meglátjuk, ki irányítja most Susant és Mérit. Fel kéne hagynom a magamban kacagással. Ó, Büdi! A teánk! A teát felszolgáltam, hölgyeim, és szabad megjegyeznem, milyen csodálatos ez a nap, amit veletek töltök, és nem a flúgos agyú fiúval? Ha már szóba jött Johnny... Jonathan? Hey, szeretnék elnézést kérni, amiért Büdi elrágta tegnap az öveteket. Elnézést kérek, amiért ilyen rossz volt. Te bocsánatot kérsz? Ki vagy te, és mit tettél az öcsénkkel? Hát igen, de kárpotlásról hoztam nektek új divatos öveket, amit Gil imád majd. Hű, új övek? Ez divatos. Igen, Johnny, nagyon aranyos. Nézd csak, hogy világít, fantasztikus. Na és a transmitter? Fény! Transmitter! Vegyük le! Le az övvel! Igen, Johnny, miben segíthetünk? Megmondom, mit tehettek értem. Itt van Büdi, a legjobb barátom. Vissza akarom kapni! Igen, persze, ha akarod. Képzeld, Büdi, öltöztetted őket, manikűröztél és teát főztél. Hagyjuk már ezt, ez borzalmas. Teát kérek, most! Valami mást, Johnny és Büdi? Igen, hát akkor kapcsoljunk az éges le a nővéred módra. Szia, Gil! Hülyék vagyunk, hülyék vagyunk, hülyék vagyunk! Johnny rózsaszín testise. Íme egy fura és veszélyes új világ. A hús kimondatlan borzalmaival és irtózatával. Johnny, kérlek, ne beszélj így az arcomról! De nézd meg, hogy milyen ocsmány! Johnny! Nos, én is ocsmány vagyok, néha kihányom a vacsorámat, hogy másodszor is megegyem.
Ha valamit felnagyítasz pár ezerszeresre, visszataszító lesz. Visszataszítóan szép, persze. Mondd meg annak a pörsenésnek is. Azt mondtad, megszabadítasz tőle! Olyan gyorsan dolgozom, ahogy lehet. Atyám, ez roppanni fog! Csinálj már valamit! Tessék, mondtam, hogy nincs miért aggódni. Kivéve ezt. Johnny, ez roppanni fog megint! Tényleg? Hozd a stabilizáló eleget! És el is ment. Én aztán nem nagyon várom a kamaszkort. Hát pedig készülj fel, Johnny. Minden kamasz átmegy az ocsmány pörsenéses korszakon. A természet is ezt mondja, felnőni nagy szívás. Remekül nézek ki, és megtaláltuk a tudományos aranybányát is. A rock'n'roll után ez a krém lehet a legnagyobb találmány a kamaszoknak. Gyorsan, azonnali üzenet a társainknak az intézetben a tesztelés miatt. Ó, nem fogod ide hívni a szupergyíkokat, ugye? Ők nem szupergyíkok. Nézd meg, ezek mega szupergyíkok. Susan, Mary, olyan expedíciósan igyekeztük ide, ahogy bírtuk. Isten hozott titeket, hogy mi legyünk a tudomány gyakorlati alkalmazásának idei aranycsapata, feltaláltuk a szupererős pattanáskrémet. Hogy? Van pattanásom. A kamaszok több mint 93%-a küzd valamilyen bőrgyógyászati elváltozással. Ez a krém mindent meggyógyít. Igen, de hogy utazhatsz vele a hipertérben? Na és, hogy változtatjuk a só kristályokat memóriává? És segít is valaha tovább jutni a hasonmásodnak a 12-es szintű Heisenberg macskához? Hát, nem. Nem, de kitisztítja a képeteket, nyomorultak! Susan és Mary, én nagyon félek, hogy a bőrolajozás vagy mi, az csak egy hülye vicc. Ezek nem bánhatnak így a nővéreimmel. Igen, csak mi bánhatunk így velük. Semmi baj, Mary. Kigondolunk valamit a vásárra. Vissza a laborba. Hű, soha nem láttam még ilyet. Tennünk kell valamit. Tudom. Be kell bizonyítani, mekkorát tévedtek ezek a szupergyíkok. Susan és Mary krémjével véglegesen kigyógyítjuk a várost a pattanásból. Én inkább arra gondoltam, borítsuk be a házukat WC-papírral, de a te ötleted is megteszi. Hey, Hank vagyok, műsorvezető, és az arcom tiszta ragya. Az én arcomat is átvarázsolnád felnőtté? Na és a sztárokét? Persze! Megdöbbentő! Megdöbbentő! Hé, mégis mi folyik itt? Csak a legnagyobb találmány a kamaszok, a tévések és a sztárok számára a rock'n'roll feltalálása óta. Mi is hadd próbáljuk ki! Olyan élőnek érzem magam! Mindez hála Susan és Mary tesznek, a nővéreimnek! Hé, hey, nem láttátok a szuperpattanás gyilkos krémünket, ami a laborban volt? Dehogy nem, az tuti, bizony. Ha? Mit is mondott az imént? Ó, hiszen csak izgatott, mert megmutattuk, milyen hihetetlenül praktikus a pattanás krém, mert megszépít minden ocsmányragyás arcot parkbellében. Tessék! És azok a szupergyíkok sem bosszantanak többé. De hozzáadtad a stabilizáló elegyet, ugye? A stabilizáló mit? Johnny, még nem végeztünk a krémmel a laborban, még nem stabil. Tessék! Csak segíteni akartunk megmutatni, hogy a megagyíkok tévednek. Akkor miért nem maradtatok itthon, ahogy mi? Nos, egészen véletlenül nincs több stabilizáló elegyetek. Nincs, csinálnunk kellene. Miért? Ezért. Hank vagyok, a műsorvezető egy papírzacskó mélyéről, a megatechnikai központnál, és óriási pattanások vannak mindenhol. A haján lángnyelvek voltak, és azt mondta, hogy segít. Most nézze, borzalmas!
vagyok! Mondd, hogy nem mondtad, ki találta ki! Azt mondta Susan, és Mary Tess csinálta ezt az izét! Kapjuk el őket! Van egy terve! Futás! Több stabilizálót kell csinálnunk, de ahhoz idő kell! Menj! Feltartjuk őket raktapasszal és celluxszal! Semmi pánik! Minden rendbe fog jönni! Láthatjátok, én is rossz arcú kamasz vagyok! És Susan meg Mary segíteni fog! Há, mégis miket hordasz össze? Nekem is van ragyám, látod? Na persze! Az egy darab szalámi, amit ragasztóval erősítettél az arcodra! Áú! Igen! És ez pedig itt paprika levél! Kapjuk el! Áj! Még valamit szeretnék! Támadnak a szupergyíkok! Mondd csak, neked van terved! Neked is akad védőruha! Oké, azt hiszem, itt az idő kinyomni őket! Le a ragyával! És tüntessük el a pattanásokat! És ez nem fair, elvittétek az összes jó pattanás szöveget! Hey, idekint vagyunk! Meg akarjátok kapni? Na gyorsan! Johnny! Most! Johnny, elég volt! Vége van, nézd! Megint jól vagyunk! Bocsi az ajtó miatt. Ez normális? Ó, ne! Valahogy a stabilizáló elegy arra készteti a pattanásokat! Ragyaszörny! Erre nem számítottam! Nem akar összemenni! Itt Hank a műsorvezető, az óriás ragya fel akarja falni Borgberit is! Kevernünk kell a krémet! Tessék! Nem értem, rémisztőnek hangzott. Miért hangzott rémisztőnek? Vagy létrehozzuk a negatív töltést, ami nagyon hatékony és lecsökkenti a szörnyet, vagy szörnyen robbanékonnyá válik. Nem semmi. Eltűnt! Hé, nem kaphat még egy... Kösz! És az idei tudományos aranybánya első helye Susan és Mary Testé, amiért feltalálták a szupererős pattanásszert, ami végleg megállította a történelem legcsúnyább ragyatörését. Törés, mondhatnám, a mentálisan sérült öcsike csinálta. Hé, nem mondhatsz ilyet az öcsénkre. Igen, csak mi mondhatjuk. Amiről eszembe jut, hogy az eltüntetőn van ellentétes mód. Máskor otthon maradunk.